Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a kitartó közönséget. Akkor jön a Székelyek fegyverzete, amelyre egy rövid fél óra áll rendelkezésre, amely nyilvánvalóan nem lesz teljes, tehát nem a teljesség igényével tudom ezt bemutatni, hanem bizonyos részeredményekre. És mindjárt az elején meg fogok állni egy diánál, ahol sok alapkérdést vetettem föl, amelyeket tisztázni kellene, és a szakirodalomban is vannak tisztázandó kérdések, nem is kevés. Ugye itt majd föl fogom sorolni azt a 13. századi, csak általam szétválogatott, vagy kiválogatott olyan írott forrásokat, csak megemlítve, amely székely középkori harcosokról szól, hogy egyáltalán milyen harceljárással küzdöttek az ellenféllel szemben már a 12. századtól, illetve hogy a tatájás időszakának 13. században mit tudunk róluk. Ezt kapcsolódóan nagyon fontos, hogy az írott források mit mondanak konkrétan a fegyverzetről, és azt kell mondjam, hogy sajnos csak kései források vannak, úgyhogy egy kicsit vissza kell vetítenünk ezt a dolgot, ami nem mindig szerencsés. Ezért kellett hozzányúlnom a régészeti leletekhez, illetve az írott források mellett a képi forrásokra, azokra a legkorábbi freskós templomoknak a művészettörténeti emlékeihez, a falképekhez, ami legközelebb áll a tatájáráshoz. Ezek a források én számomra a falképekkel összevetve úgy gondolom, hogy egy tiszta képet nyújtanak, ugyanakkor a hadtörténeti írás nagy hiánya az, hogy a székely hadsereget még nem tisztázta az Árpád korban egészen a 15. századi teljes mértékben, hiszen egy kezemben megszámolom, hogy kik azok, akik foglalkoztak. Itt a konferencia résztvevői közül megemlítem Sófalvi Andrást, illetve Bordi Zsigmond Lóránd régészt, természetesen forrás közlésben Kordé Zoltánt, és még meg kell említenem Ladó Árpád Gellértet, aki egy nagyon jó összefoglalást nyújtott a székely évszázadok vérzivataros küzdelmeiről. Van egy olyan elmélet is, Benkő Elek régésztő, hiszen őt is meg kell említenem, ő is 2012-es monográfiában szépen összefoglalta a fegyverzetről szóló dolgokat, amely egy úgynevezett fegyverzetváltás elméletét fogalmaz meg, amelyet átvesz Sófalvi András kollega is, amely azt fogalmazza meg, hogy a korábbi könnyűlovas, lovasi íjász harcmodorból a török-oszmán kihívás során hogy váltak egy kopjás, melvértes, vasisakos, úgymond félnehéz lovássága, úgymond huszársággá. Én ezt a nézetet nem teljesen osztom, sokkal struktúráltabbnak látom a székely hadrendet, és ezt próbálom meg valamelyesbe bizonyítani. Én úgy gondolom, hogy sokkal több rétű volt a székelység, és erre egyébként a konferencia résztvevő kollégák tudása és a résztvevők erre szintén tudtak volna itt még választani rajtam kívül, ha erről tartottak volna adást. Hol vagytok székelyek? Még mindig itt ennél a Diana azért vagyok, mert ugye szóba került, hogy hol lehetett a székelység szállásterülete, hol lett az a településrendszer, amelyben bizonyosan megfoghatjuk őket, és szeretném elmondani, hogy vannak olyan területek, amelyek mindenképpen vitatottak, vagy a népi emlékezetben van például a Homorod mentében Homorod Daróc esete, amelyben egy régi szájhagyomány útján mai napig terjedő legenda áll, miszerint a király bíró elé állva a szászok a csizmájukba szászföldi földet tettek, és amikor a pereskedés során Darócot a székek igényelték, akkor ott toppantottak a szászok, és azt mondták, hogy bizony, mondom, hogy én szászföldön állok. És igazat is mondott lényegében a bíróság előtt. Én magam azért látom még így a Homorod mentét például egy ilyen nagyon neuralgikus pontnak a két nép között, hiszen állandó viaskodás volt az évszázadok során, és kiemelném például azt, hogy vannak olyan művészettörténeti emlékeink, amelyet majd igyekszek mi hamarabb leközölni, amely az bizonyítja, hogy magyar alapítású területekről van szó. Nem is beszélve, hogy ott vannak a kézdiszékelyek, vagy mondjuk így, hogy összefoglalna a háromszéki székelyek, százszorbó, százsebes területéről költöznek majd nyugatabbról kelet felé,
és ott vannak a százkézdiek, vagy a százfehéregyháza szintén magyar alapítású terület, itt a dél-erdélyi területeken. Ezt még kiegészítem egy teljesen friss román kutatással, amely szerint Marienburg, azaz Földvár várának 12. századi lakossága az archeogenetikai kutatások szerint magyar etnikumú, és ezt most olvashatjuk, ez egy szenzációs újdonság a Barcaságban, ami ugye a német lovagrend fennhatósággal tartozott. És hát megválaszolom, hogy van-e korai képi ábrázolásunk a korszakban, van 13. század végi, ezeket a töredékes falképeket elhoztam, be fogom mutatni, és a régészeti leleteket is, hogy rávetítve úgymond arra a székelyföldi területre, vagy arra a kisugárzódásra, amely hozzájuk köthető, hiszen említés volt itt a Bordi Zsimond Loránnál a Karácsonykői várra, mint előretolt helyőrség. Sófalvi András legújabb kutatásaiban ott van a Székely megye, Bodzai fordulón túl egy Kárpátokon előre nyúló kéz, és ne feledjük el a Milkói püspösség megszervezését is, amely szintén ezt bizonyítja, hogy a Magyar Királyság egyáltalán nem húzható meg határokban a Kárpátokon. Hát a legkorábbi forrásokat azt hiszem Kordé Zoltánnak kellett volna bemutatni, hiszen a monográfiájában már nagyon régen ezeket felsorakoztatta. Ugye a legkorábbi, és itt a nyugati székelyekről már szó volt, a pozsonyi mentiekről, vagy a nyitrai, vagy az őrségben lévőket lehetne még hozzájuk említeni. Az 1116-os Orsova menti, vagy a Lajta menti ütközetben itt ugye a nyugati területekkel szembeni katonai akciókban láthatjuk őket, és egy korabeli forrás is megemlékezik róluk, Prágai Kozmás, aki ugyan Legio Hospitesnek említi latin nyelvű forrásban, tehát nem székelyként, de a két forrást, a 14. századi magyar kronika kompozíciót összehasonlítva Prágai Kozmás leírásával a harceljárások alapján tudjuk, hogy a magyar királyi csapatok előtt járva elővétként, könnyűlovas íjászként vesznek részt ezekben az ütközetekben, és ez az harc eljárás és maga a helytállásuk megjelenik Prágai Kozmásnál, akinek az ábrázását láthatják. Az erdélyi székelyekről szóló 13. századi források, egy kicsit ugrok így az időbe, azok viszont konkrét hadiviselteket, fegyverzetet nem írnak le, azonban katonai feladataikat igen, és nem is akármilyet. Nézzük meg, ott van II. András keresztes hadjárata, amelyben részt vesznek 1217-18-ban. Óriási logisztikai szervezés, hogy 5-10 000 embert hogyan hajóztattak át itáliai hajósokkal, hogyan szervezték meg a táplálását a lovasoknak. Tehát azért ezekre megint csak a hadtörténetírásnak oda kellene figyelni, és már oda is figyel. Szerencsére ugye az utóbbi két évtizedben itt a logisztikát szépen kezdik kidomborítani és fontossá tenni a kollégák. Tehát azért egy ilyen területen más földrajzi viszonyok fölött, más időjárási viszontagságok és melegben is helyt állnak a székelyek. Aztán a bolgárcár elleni hadjáratban látjuk őket 1228-ban, amelyben leírják, hogy a bolgároknak a leplezett támadásai, rejtett cselvetései ellen küzdenek, és nagyon keményen helytának harcolnak, még a székely ispán is elesik a csatában, de a hadjárat sikerrel zárul. A tatajáráskor elzárják az erdélyi hegyek hágóit, ez már ugye említésre került, ezen nem nagyon kívánik itt le kötni a figyelmet, illetve hát ezek is említésre kerültek, talán a kunok elleni hótavi csatát kellene még említeni, hiszen a második tatajárás és a későbbi aranyoszéki székelyeknek a helytállása a Torockónál az már említésre került. Tehát a kunok ellen is felhasználja a magyar király Kun László a hatalmának megerősítésében, és a király oszlopaként láthatjuk. Tehát különböző kihívások vannak, nagy hadjáratok, amelyben végig részt vesznek, és a harceljárásokat is valamelyes ki lehet ezekből olvasni, azonban fegyverzetet nem. Ezért aztán megyünk lassan itt a korabeli ábrázolások fele. Jobbról látható egy lovas a sepsikijéni falképeken. Ugye én igazából a Szent László legenda falképeket vettem alapul, hiszen nem más okánál fogva, mint ez egy önreprezentáció. Hát gondoljunk bele, hogy kik is a megrendelői.
tudjuk jól, most már nagyjából tételesen, hogy vannak olyan falvak, amelyek előkelő patronusok által megrendelt falképekről van szó, de valahol a közösség erejét láthatjuk benne, lófők összefogását. És ennek megfelelően egy önreprezentációt láthatunk ezekben a falképekben, freskókon, ami azt jelenti, hogy a saját magukat festették meg. És sajnálom, hogy nem volt idő itt az 1345-ös módvai hadjáratra, hiszen látjuk, hogy gombamódra szaporodnak majd a Szent László legenda falképek, ahogy a nagy király megsegítette a székelyeket a krimi tatárok elleni harcban, feltámadván, ugye, hogy izzadtan találtak fej erekéjét a legendák szerint, és innentől kezdve lehetséges, hogy a hadizsákmánynak köszönhetően, hiszen a forrásokból ezt tudjuk, gombamódra elszaporodnak ezek a Szent László legenda falkép ábrázolások, és bizonyosan a dicső csatát megjelenítve a Szent Király oldalán önmagukat is reprezentálják a székely előkelők. A kérdés már csak az, hogy milyen fegyverzetet köthetünk hozzá, hiszen ha az ellenséget ábrázolják a kunoknak tartott elemeken, akkor vajon azok a fegyverzetek köthetők-e hozzá? Hát azt tudom mondani, hogy mind Szent László oldalán látható hadsereg oldalán, mind a kunok oldalán vannak olyan fegyverzet típusok, amelyeket mind a kettőjükhöz lehet kötni. Ilyen például a homokóra formájú nyíltegez, amely például a bibarcfavi gyalogosként ábrázolt íjászok oldalán is látható. Hát itt van ennek a rekonstrukciója, egy gyönyörű szép vörös keresztel ábrázolja. Ez még egy olyan fajta volt, ami kevésbé nyitódik lefelé, hátul pedig nyitható, könnyebb bele se helyezni a nyílveszőket, tehát a rekonstrukciót erőteljesen meghatározta a nyílveszőknek a hossza, abból indultunk ki, és az alsó részen látható a tollazat, azért, hogy ne gyűrődjenek össze, hiszen akkor az befolyásolná a pontos lövést. A forrásokról Bonfini annyit ír, hogy a székely kitűnő katona a karddal, gerellyel, íjjal és tegezzel száll csatára. Hát itt láthatunk mondjuk egyfajta rekonstrukciót. Az íjról röviden annyit, hogy a falképeken, Hidán tanár is bemutatta már a mongolok oldás módját, mi egy olyan érdekes párhuzamot láttunk, a mameluk Egyiptomban Tolubég 14. században számára készült gyalogos íjászkönyvben van egy nagyon jó leírás, hogy hogyan kell oldani az íjat, és ezeknek a leírásnak a megvalósulását látjuk a falképeken, hiszen ahogy Tolubégnek is mondja, a kis újra ereszkedve a legnagyobb erőt, aztán hüvelykujjadat bézárva, a hüvelykujjra pedig ráeresztve a mutató ujjat lehetett kifeszíteni. Tehát majdnem olyan, mint amikor egy fikuszt mutatunk. Ez egyfajta oldásmód, amelyeket látunk a székelyföldi és felvidéki falképeken. Tegezeket tekintve egyébként nem csak íj tegez rekonstrukciókat végeztünk el, hanem mivel Nagygalambfalván és nem teszem, hogy most írtam a várnak a neve, 14. században felhagyott vár, Csernátonban is találtak számszeri hegyeket, ezért úgy gondoltuk, hogy az 1896-ban a Millennium kiállításon Vilce grófnak a gyűjteményéből egyedüliként ismert ilyen jellegű számszeri tegezt is rekonstruáltatunk az Arany Griffrend Egyesülettel, hiszen azért, hogy fontos, hogy hitelesen tudjuk bemutatni ezeket az eszközöket. A következő forrásunk második Ulászó rendelete, tehát nagyon messze vagyunk ugye a 13. századtól. Az erdélyi hazád bármely részről fenyegető háborúban köteles a királyi felség, a vajda vagy mindenkori ispán megkereséséhez parancsára felkelni, olyan alkalmas hadi fegyverekkel, amilyenekkel csak képes. Hát köszönjük, ugye ez ugye nem olyan pontos. Ellenben a 16. században változik a helyzet. Én most csak egyet választottam ki. Méghozzá a Marosvásárhelyi Országgyűlés 1535. január 2-i rendeleteihez van egy izgalmas forrás, amelynek még teljesen utána kell járni. A közlések szerint Somogyi Ambrus jegyzeteiben maradt fönn ez a felosztás, aki egy 1536. június 24-én tartott erdélyi országgyűlésre hivatkozik, azonban ennél az országgyűlésnél van hozzá bejegyezve. Szejvert Gusztáv tanácsnok hitelesítette valamikor a brassói szász levétárban ennek a jegyzetnek az eredetijét, és
Hát ezt kellene még pontosítani, hogy ez mennyire hiteles a régiek szerint. Rugonfalvi Kis István történeti munkában lehetett még ugye utoljára olvasni ezt. Ez egy nagyon tagolt székely társadalmat mutat, hiszen tudjuk, hogy a 14. században már megemlítik a Trium Generum Sicurolumot, azaz székelyek három rendjének is mondhatnák. Itt a primorokról van szó, az előkelőkről, a lófőkről és a közszékelyekről, akik szép lassan gyalogos szolgálatot teljesítenek. Itt nagyon jól kivilágzik, azért pirossal is szedtem, hogy akármilyen társadalmi rétegről van szó, azért megyünk le szegényebbekig, mindenkinek kell vagy sisakot hordania, vagy sisakot és páncélt, amit kiemelnék, hogy azért tartom fontosnak, mert itt is kiviláglik, ahogy a falképeken is, Szent László oldalán látható majd a harcosokon, hogy mindenki teljes páncélzatban van. Tehát sodronyvétezett általános, vagy keleti kúpos sisak, vagy pedig nyitott kúpolt, félgömb alakú sisakok, vagy a későbbi basszinetek elődjei, basszinet típusú sisakok láthatók rajtok. Itt is például a gyalogos íjászon, ez egy Nagy Géza által rajzolt, hogy a falképről készített a bibarcfalvi gyalogosnak a képe látható, aki vas sisakot hord, sodronyozott kiegészítéssel. Tehát még konkrét fegyvezet leírás megörökítő későbbi forrás a Marosvásárhelyi Országgyűlésen 1545-ből lófőknek lovuk, sisakjuk, páncéljuk és dárdájuk. Akinek pedig 12 forintra rúgó vagyona van, lovuk, pajzsuk, dárdájuk legyen. Tehát úgy, hogy a 16. századi kályhadcsempénken is ez a huszáros jellegű alak látható, az a kép jelenhet meg előttünk itt már az erdélyi fejedelemség korából. Aztán a Medgyesi Országgyűlés ott már megint nem részletezi, sőt a későbbi vonatokban úgy van, hogy ahogy a régi szokás szerint, tehát azért sem sorolják fel, mert minden évben azért nem fogják leírni. Itt csak annyi van, hogy sőt minden lovas hadiszerszámmal. A latin kifejezések, tehát nagyjából így kiszedte magamnak, de a lényeg, hogy a klipeum, a pars használat, a sisak, a galeám, illetve a lorikám, a páncél, ez egy visszatérő elem, és ezért gondolom azt, hogy mindenképpen fontosnak tartom a vértezett lovasságnak a jelenlétét, hiszen gyakorló középkori hadi bemutatókon is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon könnyen meg lehet sérülni, és egyetlen újnak a sérülése után a harcképtelen teszi az embert, nem is beszélve egy fejsérülésről. Hát itt most már nagyon nem akarok ebbe belemenni a székelyek, hol lettek, mert nagyon rövid az idő, de itt látható egy térkép. Nyilván, ahogy mondtam, van, amit újra kell gondolni, akár a Homorod mentét, akár itt a háromszéki székelyek keletebbre költözésének időpontját. Gyanítom, hogy a teutólovagrend 1220-as években való kiverése után kerülhetnek a kézdi, orbai, illetve sebesi székelyek a mai háromszék területére. És ezt onnan is gondolhatjuk még, hogy nagyon gyakori 1220-as években az okleves forrásokban a sókereskedéssel kapcsolatos viszályuk a szászokkal is, illetve a német lovagrend szintén ugyanezeket a jókat megkapja, és hát ahogy Attila már említette, a só azért akkor egy nagyon értékes anyag volt, és ennek a kereskedését akárkire nem bízzák. Ez is nagyon fontosnak tartom, hogy a keleti országrész védelme székelyek nélkül, és a székely hadsereg tárgyalása nélkül a mai középkori magyar hadtörténet az olyan, mint a modern hadtörténetben kihagynánk a légvédelmet vagy a tüzérséget. Nagyon fontos. Nem is beszélve a haderő nagyságáról, ugye a mátyáskori összeírások alapján. Tehát a falképek, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, nem csak egy szakrális térről van szó, hanem ugye egy önreprezentációról, mint említettem. A másik izgalmas dolog, hogy látjuk, hogy eznek azért nyilvánvalóan a hitben és a vallásban is óriási szerepe volt, hiszen óvó-védő funkciókat is kapcsolhatunk hozzá. Szent Kristófhoz kapcsolata egy nagyon kegyes hagyomány, miszerint kora reggel megpillantva aznap szerencsétlen halált nem hal az illető. Illetve hát a másik, ami nagyon fontos, a katonai morál növelése. Tavaly évben sikerült egy nagyon komplex falkép szimbólumot elemeznem a székely-szentlélki falképen. Szent György és Szent László látható együtt, Szent László egy medvéd döf le. Ajánlom szíves figyelmükbe, messziről, ha Székelyvásárhelyről érkezett bárki a katonai útvonalon, akkor messziről ezt a gyönyörű, szép színes képet láthatta már Székely-Szentléleken, és micsoda
hálával tölthette el őt, hogy ott van a kegyes nagy király, aki megsegítette őt a hadjáratokban. Tehát nagyon fontosnak tartom egyrészt a katonai morál növelését, hiszen belépünk a templomokba, a templomok felső regiszterében kapott helyet a Szent László agenda falkép, ami azt jelenti, hogy elsőként festették meg. Párhuzamosan vele szembe általában a déli falon Szent Györgyöt szokták ábrázolni, vagy különállóan csak Szent Györgyöt, és nyilvánvalóan a két lovag szent az példaképül szolgálhatott a hadakozó székelységnek. Hát egy nagyon roncsolt és nagyon rossz állapotban lévő, a Szász Homoródi, így is mondhatnám, a Homoródi erődtemplomnak a szentélyében található. Nem is igazán fotózzák meg sajnos művészettörténeti könyvekből, és kimaradt pont ez a falkép, pedig az egyik legkorábbi 13. század datálható. Nem annyira látszik talán a hadfelszerzés, de keleti kupos sisakok, pikkelyvértek találhatóak, egyenes kétélű kardok, és ahogy mondtam, a Homoród vidékét én inkább a székelyekhez kötném a 13. század, itt egy közelebbi felvétel, Fischer Alfred barátomnak köszönhetően, akivel a Székelyek a keleti végeken című kötetet adtuk ki az ő nyomdájával, és remélhetőleg, hogy most a Magyarságkutató Intézettel is majd ilyen szép hadtörténeti kötetek fognak születni. Itt látható a 13. század végére datált kökösi falkép, amely két különlegességet hordoz magába. Remélem, nekem nem fog huncutkodni ez a kis vacak. Itt látható, na most nekem is szembe kell álljak vele, itt látható egy különleges kép, mert nem igazán látunk 13. századon magyar ábrázolást, ahol az íjnak a felajzását lehet látni, hogy a lába közé veszi az iparos, és most ezt a mozdulatot kihagynám, mert rövid az idő, és beakad az öltönyömbe, és izgulok. Itt pedig egy sodrony inget felvevő harcos látható, itt nagyon kopottak, de akit érdekel, jobb felvételt is tudok, itt bascinet típusú sisakkal kivonuló lovagok láthatóak, és hát lehet egy igazi harsonát is látni. Csikmincenti falkép, ez egy kicsit huncut, mert nem az eredeti falképet látják, az annyira rossz állapotú és töredékes, és nincsen még lényegében restaurálva. Ezért aztán itt a Gyöngyösi János történeti grafikus által átrajzolt csatajánatet láthatják a Szent László legenda falképeken, ahol egészen korai Árpád-korra jellemző félgömb vagy kúpolt alakú sisakok láthatók, úgynevezett ilyen láncmaszkkal kiegészítve, és hát ennek párhuzamait ugye Európában is meg lehet látni, itt ugye a bögözi falkép, itt például a Morgan Biblia vagy Maciejowski Bibliát lehet látni, ahol hasonló sisakok láthatók, ami 1240 és 1250-es időszakból, és akkor most így vissza is lépek ebből, mert ilyen európai párhuzamokra most nincsen idő. Ez a bögözi falkép, ahol szintén egy hasonló, Szent László mögött mindig van egy kiemelkedő, előkelő primor, főúr. Sokak szerint ez lehet Lackfinádor is, egyes művészettörténészek szerint, vagy egyes elméletek szerint. Lehet éppen az adott templomnak a donátora, aki sejtelmesen a háttérben marad. De mindenképpen Szent László oldalán izgalmas, hogy másodmagával búcsúzik el a nagyváradi püspöktől. Ugye ez egy erdélyi jellegzetesség a falkép szimbólumoknál, és nagyon hasonló fegyverzetet ölt magára. Annyi különlegességet hadd mondjak el, hogy mindig Szent Lászlón a bizánci császárokra jellemző, legalábbis a bizánci kódex festészetben nagyon sok párhuzamot találtam, ilyen szép virágos válvérttel kiegészített pikkelyes bőrpáncélok találhatók, egy ízben pedig szegmentált vért is, lamellát keleti a sepsikijéni falképen. A vértezetek eloszlására nagyon röviden itt egy korábbi publikációm a székely-keleti végeken, mert arra hívtam fel a figyelmet, hogy a Kárpát-medencében furcsa módon, pont Székelyföldön vannak agyonpáncélozva a kunok, ami egy elgondolásra, vagy elgondolkodásra késztet legalábbis minket. Itt a számok önmagukért beszélnek, mert a grafikon, tehát onnan messziről nem látszik, de ez a lényeg, hogy Székelyföldön 36 páncélos kun számoltam meg körülbelül 20 falképen, míg ezzel szemben a szászföldi területeken nincsen, Kárpátalján nincsen, felvidéken mindössze 3, de az is csak sodrony galéros kunról van szó, Magyarországon nincsen, Szlovénia, Burgenland, Horvátország egyáltalán nincsen. Tehát mi az oka annak, hogy Székelyföldön a kunnak tartott elemek ennyire föl vannak páncélozva? A székelyek ellenfelei krimi tatárok lehetnek? Így felvértezve, vagy
ha Szent Lászlódán szintén ilyen vértes lovasság látható, akkor én úgy gondolom, hogy igazam lehet, hogy a vérteknek komoly szerepe van. Itt keleti kupos sisakok láthatóak, illetve egy nagyon érdekes ilyen fazék sisak, vagy csöbör sisak. Ez a gerencei falkép, itt látható Szent László oldalán a kivonuló lovagsereg, természetesen mindenki sodronyvértezetben, vasisakban, pajzsal, és az előbb említett bizánci vonatkozású vért, amely lehet akár egy több rétegű bőrvértezet is, vagy akár egy nagyon korai brigantin, ami megint izgalmas, a falképek datálása miatt. Itt a sepsikijéni falkép látható, egész elképesztő módon a kunok is szinte ugyanúgy vannak vértezve, mint a magyar sereg, és talán megtévesztés céljából ugyanúgy a magyar királynak a Árpád sávosnak mondott sávozott parzsait használják, aztán itt már az összeborult sereg, a tömeg, a lehulló holtak között már nehezebb kiválogatni ki, melyik sisak, de ott a felvonuló seregek között még jól lehet válogatni, de nagyon hasonló a felszerelés. Itt megint bögöz, itt már áttérnék, mert nagyon rövid az idő, a szabjákra. Szabjelet ugyan nincsen a 11. század második felétől, itt erdészelte, csak a 15. század második felében, ha jól emlékszem, Gyulafehérváron van egy sírlelet. A 16. század elejé török pengéről van szó. Ezt azt hiszem, hogy ezt majd Fejér Bence kollega, a keleti pengé kiváló életője is meg tudnám talán mondani. A szabja ábrázolások viszont tömkelegével láthatóak. Itt például egy szabjarántás jelenete látható a bögözi falképen, és délután a kutatókat szívesen invitálom, a bögözi templomot is megnyitják nekünk. Hát a szabja ábrázolások, hogy hányszor fordul elő egy falképen, itt a számok önmagukért beszélnek, tehát én véleményem szerint, ha nincs is lelet, nem szabad, hogy eltűnjön. És az izgalmas régészeti leletekből csak kettőt választottam ki. Egyrészt a hosszú, egyenes kétélű kardokat, amely mind a falképeken is megjelenik, és látunk egy ilyen organikus fejlődést, ami azt jelenti, hogy a 13. századtól egész a 15. századig folyamatosan reagálva a vértezetek fejlődésére, hogyan alakul át egy ilyen hosszú kétélű kard, hogy nyúlik meg a markolata, hogyan szélesednek a pengék az átütés erejének köszönhetően. Ugye itt még a tatályás korában 80-87 cm között vannak a pengehosszok, ezek megnőnek aztán 100, sőt egészen 119 cm-ig, a bölöni kard egy ilyen kiugró, vagy az aláni kard. A székelyföldi kardok egy részének tipológiai besorolása megtörtént, kiváló szebeni kutató Pinter, vagy az angol részről Oksot, illetve Rutkait lehetne említeni még felvidékről, de ugye ezek már régebbi szakirodalmak. Nincs minden besorolva, és azóta is jönnek elő újabb leletek. Hát Bordi Zsigmond Lóránd régészeti leletei vannak itt a önök előtt, úgyhogy ő tudná leginkább hitelesen elmondani még, hogy a megtalálásának körülményeit. De mindesetre, ami érdekes és biztos, hogy az európai történetírás szerint ezek az érdekes félkörcik alakú benyomott markolatgomban rendelkező kardok, ez még egykezes használatú, vágásra és szúrásra egyaránt használatú, de inkább vágásra, ezek erdélyi jellegzetességeket mutatnak, ami azt jelenti, hogy ez a markolatgomb típus ritka Európában, látjuk az újabb közép-európai kutatásokban is. Ez a kézi százfalusi kard, amely szintén mutatja, aztán itt látható a Nagy Géza szerint is már a monarchia idején elmondták, hogy ez a kard erdélyi típusú lehet, ezt megerősítették, tehát a angol kutatók, ez a Kotormányban, előkörül 2000-es években Botár István régésznek a munkája, ő is itt volt ugye velünk. És hát ami más jellegű markolatgomb, ezek az egyszerű lencse alakú vagy kerek, ez például a sepsibodogi kincsásvárból előkerült. Tehát az izgalmas, hogy a 13. századtól kezdve a 15. századig rendkívül nagy a kétélű kardok száma, leletanyaga folyamatosan nő, legutóbb ugye itt a lövétei kard került elő, szintén 14. századból, és lehetne még a pávai kardot mondani, amely szintén ilyen különleges, szögletes, rombikus vagy piramid formákból összeállított markolatgombbal rendelkezik, és lejárt az időm, úgyhogy csak pörgetek egyet, hogy hasonló a vargyasi kard, tehát tipológiai szempontból ezek ilyen
különlegesek, egyesek szerint ugye 100 hatást mutatnak, és hát a csillagalakú buzogányoknak a jelléteit Székelyföldön is megfogható, Siménfalva, Felsőrákos, vagy ugye a korábbi szállásterületek, Szászorbó, ugye, ahogy mondtam, szerintem a német lovagrend kivonulása után kerülhettek keletebbre, Szerdahely, Sárd, és a székelyekhez nagyon szomszédos közeli területek, mint például Beszterce, ott is kerültek elő, ez itt a Siménfalvi leletnek egy szép fotója, ez pedig az elmúlt 2-3 évben előkelt Beszterce melletti fémkeresős keresések által. Csillag alakú buzogányt láthatunk Bögözben is, itt nem tudom mennyire látszik egy ilyen fekete rész, itt pedig az elpusztult Homorod-Szentmártoni falképen. Összegzésként tehát én azt gondolom, hogy látható bizonyos fegyverző típusoknak a több évszázados használata, ilyen a kúpos keleti esisakok, sodronyvértezetek, homokora formájú nyíltegezek, nyilvánvalóan az íjak, ezt Hidán tanár úr már korábbi publikációban, meg jó magam is leírtam, hogy ötféle íjtípust tudtunk bemutatni, kisebb és nagyobb méretűek. Egy dolgot hadd mondjak el, hogy nagyon fontos lenne az építészeknek egy jó tanács, hogyha akarnak hiteles rekonstrukciót, például Csernátonál, Ikaváránál, akkor jó lenne mondjuk igénybe vennék a hagyományőrzők, vagy legalábbis a kísérleti régészettel foglalkozó szakembereket, hiszen Csernátonnál egyáltalán nem tudtunk sem számszeríjat, sem íjat használni a kör erkélyének a kiépítésénél, és ugye a 14. században felhagyják azt a várat, a helyiek, azonban egy hatalmas reprezentatív erődről van szó, várról, korai Árpád-kori várról, és nagyon rossz a rekonstrukció. Nem lehet egyáltalán a közeli útat sem tűz alatt tartani, úgymond. Egy folyamatos fejlődés és változás látható, buzogányok terén megnőnek például a köpük, a kardoknak a markolata szintén megnövekszik, így kialakulnak másfélkezes kardok, amelyek ugye két kézzel forgatandók, és nyilvánvalóan nagyobb páncélozottságot feltételez, nem kell annyit védekezni, ha jól vagy vértezve. És ahogy említettem, hát a Kályha csempéken később, meg a 15. század első felében lévő falképeken is ugyanígy azt lehet látni, hogy Szent Lászlódán páncélosok a vitézek. Indokolt tehát a vértezett lovasságra és egy struktúráltabb székelyföldre gondolni, ahogy rámutatott Sofalvi András már az explorátorokra, azaz a kémekre és felderítőkre, ugyanúgy kell egy struktúráltabb hadszervezettel, könnyű lovasságtól a vértezett primorokig gondolni, és a felderítők mellett nagyon fontos volt szerintem mindenképpen a hírszolgálat. Itt pedig egy tatároknak gondolt fejekkel búcsúzok el Erdély területéről, és ezzel megköszönöm szépen a figyelmet.